Szavaztok, szép jó napot, nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ma egy nagyon kellemes zöldborsó főzeléket fogunk elkészíteni. Ugye nemrég láthattátok a Stefánia vagdaltat, az is fönn van. Azt egy zöldborsó főzeléke ültettük rá, úgy mutattuk be nektek. És akkor döbbentünk rá, ugye, hogy a zöldborsó főzelék még nincs fönn. Na hát ez a főzelék pont az a kategória, hazaérkeztek, nincs semmi az asztalon, de hirtelen felindulásból egy nagyon-nagyon finom főzeléket tudtok összeütni. Látjátok az alapanyagokat, föl fogunk használni zöldborsót, amilyen cukorborsó, én ezt nagyon szeretem, apró szemű, nagyon sok helyen lehet kapni. Egy kicsi borskeverék lesz szükségünk, egy 5-6 deka vajra, természetesen a magyar kincsünkre, a magyar zöld aranyra, petrezselyemre, enélkül nem is lenne a főzelék. Lisztre, tejre, sóra, cukorra, lényegében az összes alapanyagot megmutattuk, nem fogunk extrázni, nem kell bele tejszín, ugye a krémesítés, sejmesítést én a vajjal meg fogom oldani, és fantasztikus íze lesz. Egy lábosba föltettem vizet, azonnal elkezdjük elkészíteni, beletesszük, főzzük, és mindent mutatunk nektek. Fölhelyeztük a tűzhelyre a lábosunkat, ugye ezt meg lehet lábosba, fazékba is főzni, én lábosba természetesen jobban szeretem, fazékba leves szoktam főzni. Hozzá fogom tenni a zöldborsót, ugye ez egy mirelit zöldborsó, ami enyhén ki van olvadva, de természetesen még fagyos állapotba is belemehet. Hozzá fogok tenni első körbe egy nagyon-nagyon kevés sót, ugye előízesítés, hozzá fogok tenni épp egy nagyon pici cukrot, ugye ez egy cukorborsó, sokra nincs szükség, igazából csak az ízeket hozzuk elő. És rá fogok törni ebből a vegyes borsból egy 6-8-10 tekerést, ugye ebben nagyon-nagyon lassan, finoman jön a bors, tehát nem kell megijedni. Lényegében ennyi az eleje, megfogom a fedőt, ráhelyezem, és egy 7-es fokozaton elkezdem főzni. Ennek a cukorborsónak körülbelül egy olyan 15-20 perc kell forrásponttól, hogy vajpuhára megfőjön. Amikor megfőtt, jövünk vissza, elkészítem a habarást és folytatjuk az ételünket. Ugye kihelyeztem a lisztet, hozzá fogom adni elsőképpen a tejünknek a felét. Ugye elkezdem teljesen csomómentesen kikeverni, és az a lényeg, hogy azért ne adjátok a teljes mennyiséget hozzá, akkor nem tudnátok ilyen szépen kikeverni csomómentesre. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne maradjon benne csomó, aki nem biztos a dolgába, az fog egy szűrőt, és avval ereszti át majd. Miután látjátok, teljesen csomómentes, jöhet hozzá a maradék tej. Ezzel ismételten tovább keverjük. A forró főzelék alapból ki fogok venni egy-két merőkanálnyi forró alaplevet, és ugye ezt hozzátesszük, hőkiegyenlítést elvégezzük, és így nem lesz kicsapódás a főzelékünkbe. Ezt kicsit átdolgozzuk, és mehet vissza a főzelékünkhöz az anyag. Ezt szépen kevergetve hozzáöntjük, és egyszerűen ki fogjuk forralni. Na most nagyon-nagyon fontosnak tartom első körbe, ugye ezt most úgy látjátok, hogy kicsit híg, nem, ez be fog forrni, be fog sűrűsödni, és mindenképpen úgy készítsétek el első körbe ezt a habarást, hogy ne legyen nagyon-nagyon sűrű, hiszen amikor megáll a főzelék, pihen egy kicsit a főzelék, egyre-egyre sűrűbb lesz, tehát semmiképpen nem ajánlom az egyből úgy besűrítést, hogy utána megálljon benne a kanál. Most még egy dolgot szeretnék nektek mutatni, ugye be van sűrítve a főzelék, egyébként nézzétek már gyönyörű szépen köt be, hogy a színének kicsit javítani akarnátok, akkor egyszerűen, de ez persze nem kötelező, ez csak ha a színt picit meg akarjátok javítani, megfogtok egy ilyen kis szűrőt, ide teszitek, és egy nagyon-nagyon picit, mondjuk egy 2 merőkanálnyi elkezdtek áttolni rajta, átpaszírozni, és mindjárt meg is mutatom nektek ennek a jelentőségét.
Nézzétek meg a szűrőnek az alját, megpróbálom megmutatni, nagyon-nagyon szép, élénk zöld színeket kapunk, ugye ezt én lehúzom, nézzétek meg, és ezt a kis átpasszírozott zöld részt hozzátesszük, és már sokkal-sokkal szebb a színe a főzelékünknek. Még egy nagyon picit át fogok tolni rajta, és ugye ezt akkor fogjátok igazából látni, amikor ki lesz tálalva a főzelék, tehát egy nem fehér alapú zöldborsó főzeléket kapunk, és ne tovább, még hozzájön a petruskánk, ugye, ami megint nagyon-nagyon fontos, és az is színezni fog természetesen egy picit. Ezt megint csak lehúzom, innen kikanalazom, ez mehet vissza hozzá, és tekintsétek meg ezt a színt, nagyon-nagyon szép, kellemes, már nem fehér a főzelékünk. Petruska, a nagy kedvenc, én megmondom őszintén, egy két kis csokrot szoktam hozzávágni, nagyon-nagyon kellemes, és látjátok, már így is egy nagyon-nagyon picit sűrű a főzelék, tehát én ebbe a helyzetbe most éppen egy nagyon-nagyon pici tejet még hozzá fogok tenni, föl fogom húzni egy-két decivel mondjuk, de a pontos receptúrát leírjuk nektek. Hozzájöhet a vaj, ugye 5-6 dek a vaj, ezt megint csak át fogom forralni vele, egyébként ez is a vaj is lazítani fogja a főzelékünket, és utána nem marad más hátra, csak tálalunk egyet. Sütünk rá egy kis apró tükörtojást, és ebben kész is van a főzelékünk. Elkészült a zöldborsó főzelék, tekintsétek meg, ugye megmutatjuk nektek a lábosunknak a tartalmát is, ezt most húztam le 5 percre a tűzhelyről, kiforraltuk, nagyon-nagyon szép sejmes, krémes, ugye ez a zöldborsó főzelék, és körülbelül hát ezt az állagot kell, hogy elérjétek. Természetesen, aki egy kicsit hosszabb vagy rövidebb lével szereti, akkor a habarással, vagy épp a lisszórással, vagy az önmagát visszasűrítéssel, vagy a keményítővel, bármivel is készítse, az úgy tud játszani majd vele. Kitálaltunk egy adag ételt, éppen most egy tükörtojással fogjuk elfogyasztani, de természetesen, aki éppen egy kis sült virslivel, vagy egy kis kolbásszal, vagy bármiféle kis pörköltel szeretné, úgyis teljesen rendben van. Hát én csak ajánlom nektek ezt a zöldborsó főzeléket, ugye láttátok, roppant egyszerű, tehát aki most megy először ki a konyhába, az is játszva el fogja tudni készíteni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok, bemutattunk egy roppant egyszerű főzeléket, ígértem, lesznek levesek főzelékek, és ezen túl is természetesen jövünk a további receptekkel. Köszönöm szépen, jó étvágyat hozzá, szavaztok!